Gángó Alexandra számviteli tanulmányai alatt töltötte a gyakorlatát az Elluka Savaria Kft-nél. Sikeres vizsgái után pénzügyi területen kapott a nagyvállalatnál munkát. A világ összes országából próbálunk beszerezni mindenfélét, és ehhez, ami a legfontosabb számukra a tudáson belül, a nyelvtudás. Plechl Ildikó pedig anyagbeszerző itt. A cégnő dolgozói mondták el a pályaválasztás előtt álló általános iskolás lányoknak, hogy miért választották ezt a pályát. A fiatalok nem csak elméletben, hanem a gyárlátogatás során is megismerhették a nagyvállalat tevékenységét, sőt, kvízjátékot is rendeztek. Sok jó dolgot láttunk, láttunk targoncákat, meg gépeket. Nagyon jó volt. Én egyre inkább azt gondolom, hogy a műszaki pályán is van helyük a lányoknak. Például az iskolánkból autószerelőnek is jelentkezik lány, tudok ismerőseim közül többet is, aki gépészmérnöki pályára ment, úgyhogy egyáltalán nem csak férfi szakma. A német tulajdonú cégcsoport szombathelyi gyára a folyamatos beruházásoknak köszönhetően Vas megye legnagyobb foglalkoztatója. Több mint 3000 embernek adnak munkát, a létszámot pedig tovább bővítenék. A lányos napot is ezért rendezik meg évről évre. Vas megyében 4% alatt van, Szombathelyen 1,9%. Tulajdonképpen kiürült a munkaerőpiac. Olyan új lehetőségeket kell megtalálnunk, megkeresnünk, amivel biztosítani tudjuk a termelésnek az igényeit. A gyár fiatal mérnökei nőnap alkalmából egy-egy szál virággal is kedveskedtek a lányos nap résztvevőinek. 1917-től ünnepelik világszerte a nőket március 8-án, Magyarország a Nemzetközi Nőnaphoz 1948-ban csatlakozott. Ez a nap a nők iránti tisztelet és megbecsülés kifejezésének napja, ezt már az óvodások is tudják. Hát azt, hogy a lányokat kiszolgáljuk. Megcsokítatunk nekik. A munkahelyeken is ünnepelték ma a nőket. Öröm és megtiszteltetés. Puskás Tivadar polgármester a Városháza dolgozóit köszöntötte, kitért a nők anyai és házastársi szerepére, és köszönetet mondott kolléganőinek az elvégzett munkájukért. Sok boldogságot a nőnap alkalmából, Isten áldja. Hende Csaba országgyűlési képviselő a reggeli csúcsforgalomban kívánt boldog nőnapot a szombathelyi vásárcsarnokban a hölgy vásárlóknak egy-egy szál virággal.